A mai tudomásunk és tudományunk szerint mi vagyunk egyedül a Földön emberek, akik az időben élnek. Abban az értelemben, hogy képesek vagyunk fölfogni, megfogalmazni, képesek vagyunk magunkat az idő állapotában tudni. Egyenesen odáig tud eljutni az emberi gondolkodás, hogy képesek vagyunk az időben, mivel az halad, lépni visszafelé, lépni előre. Amikor visszafelé lépünk mi emberek, akkor azt mondjuk, hogy a múlt éljük meg. És amikor pedig előre lépünk, akkor pedig a jövőről beszélünk. Szóval ez a mi különlegességünk, ez a mi negyedik dimenziónk. A háromdimenziós lények ajándéka a negyedik dimenzió, az idő. Mit jelent a dimenzió? A dimenzió egyébként nagyon érdekes, hogy a szanszkritből lett átvéve az indoeurópai nyelvekbe, és így a latinba, és a latinból pedig átvettük. Azt jelenti, hogy a gondolkodásnak mens, értelem, a gondolkodásnak a kitágítása. Amikor azt mondom, hogy dimenziót váltunk, amikor azt mondom, hogy a negyedik dimenzióban gondolkodunk, azaz az időben, akkor azt jelenti, hogy az értelmünket egy kicsit a határainkon túllépjük, túlléptetjük. És amikor előre lépünk, amikor az időben a jövő felé lépünk, akkor jelentkezik egy lelki állapot. Ez a lelki állapot a reménység. És erről szeretnék nektek szólni. Arról, ami csak a miénk, csak az emberi. A reménykedés képessége. Amit azért kaptunk, és pontosan azért kaptunk, mert tudunk az időben gondolkodni. Ismerjük a holnapot, a holnap fogalmát, és képesek vagyunk a dolgainkat abba a másik síkba, dimenzióba áthelyezni. Azaz itt történik valami, és úgy gondoljuk, hogy majd a valamikor megoldódik. Ez a reménykedés. Az, amikor kiterjesztjük a gondolkodásunkat. Hadd mondjak erre példát. Amikor azt mondod, hogy majd az idő megoldja, akkor tulajdonképpen a reménykedésnek a fogalmát írtad le. Mert itt történt valami, megoldhatatlannak látszik, és kiterjeszted a gondolkodásodat, és azt mondod, hogy majd valamikor valamilyen módon ez megoldódik. Vagy amikor nézzük a gyermekeinket, egy kicsit kajlák, egy kicsit értetlenek, nem hisznek nekünk, akkor mit szoktunk mondani? Majd, ha benő a fejük lágya, majd akkor megértik az életet. Ugye? Ez is a reménykedés. Meg amikor bekapcsolod a tévét, és hallod a híreket, hogy mi történik nem messze tőlünk, akkor felsóhajtasz, és azt mondod, hát ha egyszer leülnek majd egy asztalhoz az ukránok és az oroszok, a testvérek, és megbeszélik a békét. Ez a reménykedés állapota. Amikor abban a másik dimenzióban, a jövőbe áttoljuk a dolgainkat.